Kedden tette közzé posztját a FEMA Állatmentő és Állatvédő Egyesület, miszerint 3000 forintjuk maradt közel 200 menhelyi állat etetésére és gondozására júniusban, ami havi szinten 4,5 millió forintba kerül. A segélykérés közzététele után az emberek hamar összefogtak, és körülbelül 100 támogató komment érkezett, többen jelezték, hogy támogatták is az Egyesületet, ami rövid távon nagy segítséget nyújt a FEMA-nak. Helyzetüket az sem könnyítette meg, hogy két mentőkocsijuk elromlott. Az állatmentőknek nem volt ideje a rosszal foglalkozni. Nem sokkal később három rosszul tartott állathoz riasztották őket dégre. 8 év alatt még nem tapasztaltam ilyet, mindig arra gondoltam, hogy tényleg a falusi emberek a haszonállatokat megtisztelik annyira, hogy megfelelően ellátják. A helyszínre érkezve olyat tapasztaltak, amit elmondásuk szerint eddigi karrierjük során még soha. Amikor megkaptuk a bejelentést, akkor három malacról szólt, 2 darab nagyobb malacról, akik nem túl jól tápláltak, és egy kis malacról. Akkor még nem gondoltuk, hogy ennyire drasztikus helyzettel fogunk találkozni. Horrorfilmbe élő képkockákat osztottunk meg a Facebook oldalunkon, nem számítottunk ilyen dologra. Láttatok-e már valaha ilyen vékony malacot? Ahogy a felvételen is látható, 7 borzasztó körülmények között tartott csontsovány haszonállatot találtak. A rettenetes körülményeket tapasztaló állatvédők riasztották a 112-t is, mint azt a közösségi oldalukon írták, a kiérkező járőrök jelentették az esetet, és a forrónyomos parancsnok hatósági állatorvost értesített a további vizsgálatok érdekében. Ez most egy nagyon hosszú folyamat lesz. Ugye, amiket ott tapasztaltunk, a hatósági állatorvos névik részéről, én úgy tudom, hogy felmerült az állatkínzásnak a gyanúja, ezért is kérték ugye a rendőrségtől a nyomozóbizottság további feltárását, és ugye az emberünk magánterületére való bejutását, hogy ott a további esetleges állatoknak a megtalálását elvégezzük. A helyszínen 7 haszonállati tetemet is találtak, amelyek olyan állapotban voltak, hogy a halál pontos oka nem volt megállapítható. Amennyiben a 7 életben maradt malac állapota alapján állatkínzást állapítanak meg, a gazdát akár letöltendő szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság. A vizsgálat lezártáig a malacoknak a helyszínen kell maradnia. Ha továbbra sem tud a felelőtlen tulajdonos gondoskodni róluk, ezt a feladatot a FEMA fogja ellátni.